Együttesünk nagy lehetőség kapujában állt, hiszen feketéknek a nyugati csapatban 5. helyen álló Dunántúli Gárda ellen hazai környezetben nyílt lehetőségük a negyeddöntőbe jutásra december 12-én. Csapatunk korábban két csoport riválist, a Hajdúböszörményt és az Egert búcsúztatta a sorozatban, míg Kanyu Antal gárdája az MB2-es Pápa mellett az egyaránt másodosztályú Ajka és a Komló együttesét múlta felül. A találkozó előtt egy perces gyászünettel adóztak a csapatok, a mérkőzés előtti napokban elhunyt Juhász Antalnak, az MKC tiszteletbeli elnökének az emlékére. Az összecsapáson a 3. percig kellett várni az első találatra, amikor is Fekete vette be a vendégek kapuját. A gól után plusz figurák százai záporoztak a lelátóról a játéktérre, a Dobj egy macit a pályára kezdeményezés jóvoltából. A Mezőkövesdi KC és a Magic Ultras közös jótékonysági akciójának köszönhetően mintegy 11 műanyag zsák telt meg plusz játékokkal, melyet a térségben működő kórházakban kezelt gyermekek kapnak meg karácsony alkalmából. A játékok begyűjtése után folytatódott az összecsapás. A Tata előbb fordított, majd 2-2 után zsinorban háromszor találtak be Kovács kapujába, így a 9. percben 5-2-re vezettek a látogatók. Ezt követően hazai oldalon is összeállt a védekezés, és újabb 3 minútum elteltével már 5-5 állt az eredményjelzőn. Az egyenlítés ellenére nem javult fel tartósan Molnárék teljesítménye, így baskék újra átvették a vezetést, majd folyamatosan növelték az előnyüket. Trivkovicsék meglehetősen szellősen védekeztek, míg támadásban rengeteg pontatlanság, többek között átadási és sok technikai hiba jellemezte a csapatjátékát. A visszafogott teljesítményt produkáló MKC 18 perc alatt mindössze 5 gólt szerzett, miközben Hajdúék 9 alkalommal zörgették meg a hálót, így az első játékrész után 14-10-re vezettek a vendégek. Fordulás után Tóth váltotta a kapuban az egyébként jól teljesítő Kovácsot, de a várt fordulat hosszú ideig nem akart bekövetkezni. Kézilabdázóink továbbra is rengeteg hibát vétettek, ötlettelenül és átütő erő nélkül próbálkoztak az agresszíven, határozottan és fegyelmezetten védekező Tata ellen. Az MKC felzárkózás helyett még távolabb került Kanyóéktól, ugyanis Klejszék a 37. percben 19-12-es hátrányban voltak, és ekkor úgy tűnt, hogy a Zsigmon tanítványok akár kiütéses vereséget is szenvedhetnek. Az eredmény ezután közel 5 percig nem változott, majd elsőként csapatunk törte meg a gólcsendet a 40. percben, így Bánék 20 perccel a mérkőzés vége előtt 6 gólos hátrányban voltak. Az MKC összekapta magát a folytatásban. Együttesünk védekezése teljesen összeállt, míg elől Kovács Péterék pontos, lendületes és kreatív produkcióval rukkoltak ki. Csapatunk a hatékony játék eredményeként 19-13 után egy 8-3-as sorozatot vágott ki, így Mazákék a 48. minutumban 22-21-re feljöttek. Az MKC azonban ennél a pontnál megtorpant. Kézilabdázóink a kritikus helyzetekben több bosszantó hibát is elkövettek, emiatt a látogatók 7 perccel a lefújás előtt ismét 5 gólosan növelték a forjukat, melyel gyakorlatilag eldöntötték a továbbjutást. Együttesünk a mérkőzés végén még egyszer 2-re faragta a különbséget, de ettől többre nem futott a Trivkovicsék erejéből, így a találkozó lefújása után a vendégek ünnepelhettek. A mérkőzés végeredménye Mezőkövesdi KC, Tatai Atlétikai Klub 25-28. A mérkőzés összképe alapján Kanyu Antal gárdája megérdemelte jutott a Magyar Kupa negyeddöntőjébe. Belső félidőben szereztünk egy kétszer is olyan előnyt, amire úgy nézett, hogy elég lesz, ami elég is lett a végére. Érezhető volt a Mezőkövesdi játékosok, hogy hiányzott egy-két játékos, és mert azért az látszik, hogy nem komplett a csapat. És így szerintem a kulcsjátékosokat kellett cserélgetni, mert fáradtak, és amikor fáradtak, akkor ők hibáztak. De mi is jövő, mert nekünk is azért van sérültünk, sajnos a múlt héten volt egy eddig legjobb formában lévő játékosunk sérült meg, de a többiek átvették, és csapatként remekül működtünk, jól védekeztünk, és a kapus teljesen megfelelő volt, sőt azt mondom, hogy kiváló volt, bár ez igaz az ellenfélésben a Koppány bejött, és remekül védett, azért azt meg kell mondani, hogy óriási segítség volt, hogy a Köves följött, és megcsillant a továbbjutás. Hát én megmondom őszintén, hogy nagyon örülök, mi már tavaly bejutottunk a 8 közé, azt megkaptuk a Veszprémet, és játszottunk a Veszprém egy piszok jó már első fél időt Veszprémben. Ha őt kapjuk nekünk, az is egy óriási élmény, ennek a kis klubnak, ennek a kis pénznek, amit mi itt elköltünk, ez méltó befejezése ugye az évnek is, úgyhogy én nagyon örülök. Az MKC 19-12-es vendégvezetés után egy gólra faragta le a hátrányát. A Kövesdi feltámadás miatt a Dunántúli Gárda szakvezetőjének a fejében megfordult az, hogy elbukhatják a továbbjutást. A végén inkább az volt, amikor itt kihagytuk az ütszereket és a Koppány megfogott mindent. Néztem az órát, az eredményt, én úgy gondoltam, hogy döntetlen lesz az eredmény.
ami nekünk lett volna jó, de aztán megfordult, mert mi kapusunk is fogott, úgyhogy akkor már biztos voltam, illetve amikor belőttük, és újra 3 gól lett, akkor biztos voltam, hogy innen most még egyszer följönni, az, ahhoz ennél több erő kell, mint ami megmaradt a kövesdi játékosokba. Jó kis meccs volt, parás kis meccs volt, elején kis álmosság, aztán utána eljött, és az mindenki látszott, hogy az jól lenne tovább jutni, úgyhogy szerintem egy jó kis mérkőzés volt. A Tata és a Mezőköves között van egy közös vonás, méghozzá tavaly kéz a kézben estünk ki gyakorlatilag az első osztályból. Most a Mezőköves közel van a feljutáshoz, ti sem álltok rosszul a bajnokságban. Látsz esélyt arra esetleg, hogy az év végén kéz a kézben visszakerüljön az élvonalba a két csapat? A Kövesd feltétlenül, hiszen ambíció is van, és van akarat is bennük. Bennünk az ambíció nincs, és akarat sincs most ebben a pillanatban. Illetve megmondom őszintén, nálunk a Győr azért kimagaslik, nagyon jól edzettek, és sokan vannak. Hát nekik is lesz nehézségük. Mi megmondom őszintén, azzal az öt csapat, amíg a második, harmadik helyét. A dobogon szeretne öt csapat lenni, ebből kettőnek sikerülni fog. Mi oda szeretnénk felkerülni, akkor teljesítjük a céljainkat. Kívánjuk, hogy sikerüljön, és gratulálunk a továbbításhoz. Én pedig innen is megragadom az alkalmat, hogy Békés Bordó Kalácson kívánok az összes kézilabda rajongónak, természetesen a kövesdieknek főleg, akik kijönnek, szurkolnak a csapatnak, csinálják. Ide mindig jó helyen játszani, mindig jó a közönség, úgyhogy hajrá Kövesd, hajrá Tata! Zsigmond György véleménye szerint az MKC a szezon egyik leggyengébb játékát nyújtotta a Tata ellen, így törvényszerű volt a csapat veresége. Én úgy gondoltam, hogy azért motivál mindenkit az, hogy a legjobb nyolcba kerüljünk. Egy olyan csapatot kaptunk, ami azt gondolom, hogy verhető, szerintem jobb csapat is vagyunk, de hát ezt be kellett volna bizonyítani a pályán. A rossz kellemetlen érzés, hogy nekem kell magyarázkodnom. Egy-két játékos ide küldenék, 3-4-et, hogy mondja el a véleményét, hogy ő hogy gondolta ezt a mai mérkőzést. Karácsonyi hangulat, nem tudom, minek nevezzem. Méltatlan ez a csapathoz. Szomorú vagyok, csalódott, de valaminek történnie kell, mert az első fél idő abszolút értékelhetetlen, második fél időben egy kicsit összeállt a védekezés, a Tótkopánynak voltak bravúrjai, de nem tudtuk kihasználni, mert megvoltak a lehetőségeik. 3 hetest hagytunk ki, sorra maradtak ki az ittszerek, amiket megbeszéltünk. Az egész mérkőzés folyamán szinte 5-10 percet tartották be, csak amilyen taktikával készültünk. Szóval így nehéz, hogy én kérek valamit, ő megmegy a saját feje után. Én elmagyarázom, bemutatom, mit szeretnék, mit várok, nem azt csinálja. Nagyon nehéz. Nagyon sajnálom. Együttesünk alaposan felkészült a Tata játékából, ennek ellenére nem sikerült kivívni a negyeddöntőbe jutást. Az alap védekezésünkkel készültünk, fölhívtam a figyelmet a számra, fölhívtam a Cech Krisztiánra, a Szabó Gyurira, az átlövések középen. Az első fél időben kaptunk 7 átlövés középről. Nem volt ütközés, nem mozogtak. Hát persze, hát, hogy ha vérszemet kapnak. Hát hogyha úgy megyünk bele, arra kértem mindenkit. Az első perctől úgy megyek bele, hogy tudatni akarom, hogy nekem mi a célom, tovább akarok jutni, akkor feszes védelem, és akkor abból a kontra. De nem is futottunk, adtuk el a labdákat. A védekezésbe állt mindenki. Mutogatott a másikra, veszekedtek. Egyszerűen, hogy gyors középkezdés, megbeszéltünk, futunk. Csak egy ember futott, nem az egész csapat, ahogy ezt megbeszéltük. Szóval szélre lehúzni a labdákat. Az első fél időben a két szélső nem kapott labdát. Hát azért középre tömörültünk, egy passzos játék, megint ellőtték. Ezekre hívtam fel a figyelmet, de nem sokat kaptam belőle vissza. A Tata mellett nagy meglepetésre az MB2-es Kalocsa, az MB1-B-s Balassagyarmat, továbbá a kivétel nélkül első osztályban szereplő Csurgó, Gyöngyös, Tatabánya, Veszprém és Szeged jutott a legjobb 8 közé a sorozatban. Kézilabdázóink néhány hetes pihenőt követően január első napjaiban kezdik meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Január 3-án kezdjük a felkészülést, és akkor megnézzük, hogy hol az a poszt, hol tudunk erősíteni, illetve van-e rá lehetőség, mert ebben a csapatban kell egy-két játékos ahhoz, hogy itt konkurencia legyen, ahhoz, hogy itt helyreálljon a lehet, itt versenyhelyzet legyen, mert egy-két ember beleült a kézbe, a jóba. Én többet vártam volna a külföldi játékosoktól is ezen a mérkőzésen, ez nem úgy alakult. Feketék a téli pihenőt követően 7 hetes felkészüléssel hangolódnak rá a pontvadászat tavaszi folytatására.
Nyáron is jól dolgoztunk, felkészülés jól sikerült, sérülések jó lenne, hogyha elkerülnének minket, akkor azt gondolom, hogy ez a 7 hét elegendő lesz. Fogunk játszani nagyon sok edzőmérkőzés és megyünk tornákra, de az első a munka. És rendet kell tenni a fejekbe, mondom, ehhez kellenek emberek, akik kis konkurencia, kis versenyhelyzet legyen hogy hoppá, van valaki, hogyha szarul játszok, akkor ő fog játszani, és akkor az nem fog ez előfordulni. Ezen dolgozunk, persze csalódottak vagyunk, én is az elnök úr emlékére, Isten nyugosztalja, ma volt a temetés, és sajnos nem tudtunk kimenni, mert mérkőzésünk volt. Szerettünk volna a Tóli bácsitól egy győzelemmel elköszönni, hát sajnos nem sikerült, de remélem, hogy lesz majd olyan, hogy akkor tényleg a Tóni bácsi miatt megemlékezünk arra egy győztes meccsre, hogy méltóképpen búcsút tudunk venni a volt elnök úrtól. A bajnokság mintegy 2 hónapos szünetet követően február utolsó hétvégén folytatódik.